szeretet ünneplünk, valakire várunk, hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. Bánattal, de hittel váljunk segítséget, hogy tiszta lélekkel köszönhessünk téged. Vérad erősödik a reménynek fénye, ebben erősít meg proféták beszéde. Izaiás szava is reményt érteti, mikor az új élet hajnalát hirdeti. Olvasd meg Izaiás proféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színedelem, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, békefejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a sereget urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Ébred ez a remény, és szívünk átjárja, mert még közelebb van váltságunk nagy napja. Növekvő reményünk két gyertya hirdeti, szemünkön át lelkünk megtérésre inti. Úrunk Jézus is, Isten földje, minden szabadítója, sikeres és üdvözlődik minket. Jöjjön, Úrunk Jézus! Te világra jöttél, mutasd meg nekünk az üdvösség útját, amely az Atyához vezet. Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, segíts minket, hogy buzgó várakozással készüljünk fiad, Jézus Krisztus eljövetelére. Amikor pedig eljön és kopogtat, ébren találjon minket, akik imádsággal érasztunk, és újonva zengünk dicséretét, aki veled él és uralkodik mindörökkön. Thank you.
Csáj meg lelkünket.